A gyergyóditrói 94 éves volt pedagógus, Mezei Erzsébet szívesen osztja meg finomságait vendégeivel. Ezt tette most is. Egykori tanítványa azonban ennél sokkal többet köszönhet az idősasszonynak. Erzsébet nénitől megtanultam a helyes írást. Az 50-es évek vége felé ismertem meg, mint tanárnőmöt, magyar tanárnőmöt, és a férjét is. Ő is tanított, igazgatóm is volt, iskola igazgatóm. És aztán, ahogy férhez jöttem, 1966-ban, akkor szomszédok lettünk. Csak addig érdemes élni, míg van embertársunk, akin segíthetünk. Ezt írt lelke, szép lelkű ember. Ha 94 esztendő emlékei, élettanácsai nem is férnek el egyetlen emlékfüzetben, Mezei Erzsébet nehéz, de szolgálatban gazdag életútját, meg annyi levél és fénykép őrzi még. Barátnőmmel álltunk oda felme. Ő is olyan szerény volt, én is szerény természetű voltam. Román óvodába jártam, mert nem volt akkor ditróba magyar óvoda, csak román. És akkor az iskolából, vagy az óvodából jöttünk haza, csepp kicsike voltam, megmutatom mindjárt, milyen kicsi baba voltam. Ez vagyok kezdez az kicsikeni, és ez a nővére, Ica. 9 testvérével nagyon korán árván maradt Erzsébet. A 7. osztály elvégzése után 1938-ban a Szebeni gimnáziumban orsolya rendi nővérek nevelésébe került. Jó tanuló lévén a nővérek biztatására a 2. és a 3. gimnáziumi osztály vizsgáit 2 hét alatt tette le. Időközben súlyosan megbetegedett, de a kísérettségi után újra felvételizett a szebeni tanítóképzőbe. Aztán bekövetkezett a 2. bécsi döntés. Mikor a 4. elvégeztem Szebenbe, és felvételiztem is a tanítónőképzőbe, akkor Erdélyt két felé szakították, és Szeben ott maradt, s én itt maradtam, és akkor mentem Kolozsvárra, valahova kellett mennem. És ott felvételi nélkül vett át az igazgató, azt mondta, minden szebeni leányt felvételi nélkül veszem át, mert tudom, hogy mind felvételiztek. Erzsébet sok jó embert ismert meg Kolozsváron, mások mellett Domokos Pál Pétert és Kodály Zoltánt is. Aztán a bevonuló oroszok elől menekülnie kellett. Eljutott Pozsonyba, onnan vissza Magyarországra. Amikor a háború véget ért, 1945 májusában tifuszos betegen tért haza Gyergyóditróba. Miután a tifuszból felgyógyultam, kopaszon maradtam, és ez képesítő előtt kezdett kinőni, ez a szép hajam. Ilyen hajam lett, és akkor mondták az osztálytársaim, hogy és ez már Csíksomlyóban, mert a háború után nem Kolozsvárra mentem vissza, hanem megint kellett letennem egy osztályvizsgát, nem csak egyedül, sokan voltunk olyanok, akiknek a háború miatt vagy egyéb miatt elmaradt az az év. Erzsébet végül Csíksomlyón szerezte meg a pedagógusi diplomáját. Azokban az időkben ismerte meg ugyancsak pedagógus férjét is, akivel 63 éven át éltek boldog házasságban, és akit pár éve elveszített. Szerettük egymást, tiszteltük, főleg ő olyan volt, mintha felnézne minden szempontból rá. Na, ezt pedig azért akarom megmutatni, mert ez 2006-ban készült. Tessék elolvasni. Ünnepi és hétköznapi percek szövik át Mezei Erzsébet életét, ezek pedig túlnövik a régi emlékes füzetlapjait. És hogy a jelen perceiből is megmaradjon valami, az idősasszony ma naplót vezet. Ha csak teheti, derűsen tölti napjait, és gondja van arra is, hogy az eledel a madár etetőből se fogjon el. Évről évre egyre több látogatót vonz a már a Délvidék egyik legnagyobb népzenei rendezvényévé nőtt Őseink zenéje találkozó, amin hamarosan mi is részt veszünk.